2024-ben van a magyar zsidóság deportálásának 80. évfordulója. 1944-ben a II. Világháború alatt több mint 400 ezer magyar zsidót deportáltak Auschwitzba és más koncentrációs táborokba, ahol legtöbbjük életét vesztette. Ebből az alkalomból a paksi zsidó lakosság deportálásának emlékére szervezett kegyeleti sétával egybekötött megemlékezést július 7-én a paksi pünkösdi gyülekezet. Már hónapokkal ezelőtt gondolkoztam azon, hogy jó lenne valamilyen megemlékezést tartani a kerek évforduló alkalmával. Aztán hanyagoltam egy kicsit a témát, de csak nem hagyott nyugodni. És aztán barátoktól kaptam bátorítást rá, helyi, meg így az országban levő barátoktól, mert hogy kiderült, hogy máshol is kihasználják a kerek évfordulónak az alkalmát, és ahol van helyi zsidó közösség, akkor ővelük együtt, ahol pedig nincs, akkor tőlük függetlenül. De valamilyen megemlékezést és valamilyen tisztelgést az áldozatok előtt mindenképpen tegyünk. A megemlékezés egyben bocsánatkérést is jelent a paksi pünkösdi gyülekezet lelki pásztora szerint. A bocsánatkérés az, ami elindítja a lerendezést, a lerendeződést. És lehet, hogy nekünk, akik távol vagyunk történelmileg időben vagy térben az akkori eseményektől, a mi számunkra kicsit nehezebben fogalmazható meg a bocsánatkérésnek a jelentősége. Az áldozatok utódainak például ez óriásit jelent. Engem pont az lepett meg, hogy néhány nappal ezelőtt találkoztunk itt Pakson a Rosenbaum családnak idős leszármazottaival, és amikor erről beszéltünk, hogy mit tervezünk, akkor ezek az idős emberek könnyekbe fakadtak, és azt mondták, hogy ilyet még ők soha nem hallottak, hogy ilyen módon megkövetjük őket. A megemlékezésen felelevenítették a 80 évvel ezelőtt történteket. A volt zsinagóga, a mai városi könyvtár épülete előtt emlékbeszédet mondott D. Nagy Tamás, a paksi pünkösdi gyülekezet lelki pásztora, Josh Aronson, izraeli újságíró, az egykori paksi Rosenbaum család rokona, valamint dr. Hanol János helytörténész. Paks az ország egyik legrégebbi zsidó múltra visszatekintő városa, ahol 100-150 évvel ezelőtt még a város lakosságának egy tizede még zsidó volt. Több zsinagóga, imaház is működött, volt héberbetűs nyomda, zsidóiskola, jesiva pedig az egyik leghíresebb és a legtovább fennálló volt az országban. Pakson volt az egyik legnagyobb zsidó hitközség a megyében is, mintegy 800 embert vittek el, akik közül alig néhány tucatnyian tértek vissza a táborokból. Az emlékbeszédeket követően megkoszorúzták a mai könyvtár falán található emléktáblát, amelyet Paks városa 1994-ben a holokauszt 50. évfordulóján helyezett el a volt zsinagóga falán. A megemlékezés kegyeleti sétával folytatódott az Ópaks vasútállomásig, ahol Orbán Attila a Tolna vármegyei közgyűlés alelnökének emlékbeszédét követően a jelenlevők mécseseket gyújtottak az elhurcoltak emlékére. A megemlékezésről bővebben is beszámolunk hamarosan a Hitélet című vallási magazinban.